Mi a fene történik, srácok? Hát komolyan mondom, én csak üdvözölni jöttem itt a szomszédságot! Kóstold meg te is a Sharky Drinket, mert tök finom! Keresd az üzletekben! Így játszunk? Oké, akkor kaptok egy kis ebédet most tőlem, én hívlak meg titeket vendégségbe! Sziasztok srácok, én Sajta32 vagyok, és köszönjük titeket ebben a mai videóban. Visszatértünk ide a GTA 5-be, és ma nem más fogunk csinálni, mint bemutatok nektek pár olyan helyet, ahol még nem jártunk, szóval folytatjuk azt a... Jött egy értesítésem. Folytatjuk azt a sorit, ahol bemutatok nektek olyan helyeket, amik ilyen titkos, elrejtett, nagyon vicces, vagy akár nagyon durva helyek a GTA-ból, amiről nem sokan tudnak, hogy létezik egyáltalán. A térkép szerint itt vagyunk, srácok, hogy a ti is véletlenül el szeretnétek ide jönni, ez az ilyen kis, vagyis mondjam, ilyen furcsa emberek laknak itt, és ha hiszitek, ha nem be tudunk törni az egyikük otthonába, ebbe a trailerbe be tudunk menni mi is akár, szóval nyitva áll a kapu előttünk, én még soha, de soha nem voltam itt a GTA-n belül, szóval most fel fogjuk fedezni, hogy konkrétan itt mit rejtegetnek ezek az emberek, vagy akár rejtegetnek-e valamit, vagy csak tök jó el van. Itt egy horgásszék például, itt szoktak iszogatni, már azt veszem észre, hogy azért rendrakásban nincsenek jelesek, de igazából nagyon jól szorakoznak, ott a sörös, ott a vizes dobozka, vagy ilyen keg, aztán nagyon jól el vannak. Partikat lehet itt rendezni, mert ide le tud ülni a másik csapat, de olyan titkos jelekre utaló dolgok. És itt is, hogyha szeretnénk, simán ki tudunk menni, itt szoktak grillezni, itt egy gitár, szóval még vannak művészek is a csapatban, legalábbis zenészek, aztán el vannak. A következő helyünket is bejelöltem most már a térképen, igazándiból ezt nem emlékszem, hogy mutattam már videóban, de úgy tudom, hogy ide nem mertem még eddig bemenni. Igazából itt is van egy épülethely, hogyha nagyon ügyesek vagytok, be tudtok abba menni, hátulról föl kell parkurozni, de ezt most jelenleg nem szeretném bemutatni, mert erről már volt egy videó, de itt nagyon-nagyon izgalmas helyre megyünk, csak előtte csorni kéne egy autót. Elméletben ez a hely egy ilyen, hogy is mondjam, szennyvíz elvezetés a vidéknek ki az óceánba per tengerbe, de hát most bemegyünk inkább, srácok, mert elméletileg vannak furcsaságok ebben a csatorna hálózatban, igazából a térképen itt helyezkedik, ti is nyugodtan gyertek el, mert valami elképesztően király, hogyha minden igaz, itt sem voltam még, szerintem ezelőtt, vagy csak már nem emlékszek rá, de menjünk be, jaj, az, igen, micsoda! Egy parkúros ez a gyerek. Most már emlékszek egy kicsikét így a vidékről, mi itt még régebben pár évvel ezelőtt Xboxon itt bujkáltunk a rendőrök elől, szóval hogyha ti is nagy pázba vagytok, vagy valami nagyon király cuccokat szeretnétek felfedezni, akkor mindenféleképpen gyertek ide, ez vár itt minket, hogy kint itt megint itt izé el vannak a fiatalok per öregek itt per a mókás gyerekek, aztán van ennek egy furcsa része is ennek a helynek. Bengalam bam 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 bam. Hát ez egy nem egy tenger alatt járó ez az autót, és még megy. Ez nem is annyira észrevehető, de itt van, amiről beszéltem, srácok, egy ilyen teljesen titkos alagút hálózat, ami igazából fogalmam sincs, hogy hova vezet. Figyeljétek, itt eléggé sötét van benne, még jó az, hogy nappal állítottam be így a videónak. Konkrétan itt végig tudunk futni, és fölveszek magamnak egy kis gépfegyverszerűséget, mert hát ki tudja, hogy mivel fogunk találkozni. Igazából azt mondom, hogy igazából senkivel, per semmivel ne találkozzunk, de eljutottunk ide, és itt ki vannak törve a rácsok, és konkrétan itt át tudunk, ha helyikás, itt nem tudunk átmenni, hogy valahogy itt át kell esni, vagy azokon guggolni, ugye nem lehet a GTA-ba, szóval itt hogyan lehet alapból bejutni erről az oldalról, meg fogok beugrani, és mi van itt a túloldal, gondolom ez már valahogy az úthoz vezet, de hát innen hogy folyna, itt nincs is víz, meg hát nem vagyok olyan alacsonyan per magas, hogy le tudjon futni innen a víz. Hát ez jó kérdés, hát meg kell kikukucskálni. Aha. Valahogy átütni magamat, vagy valahogy átgurulni, tudjátok, hogy nem tudom már pontosan, hogy hogy kell így gurulni a játékba oldalt, de azt is megpróbálom. Hogy célzok és gurulok, no, nem enged úgy tűnik kinnem minket a játék, no way, pedig én megpróbálnám, megcsinálnám, srácok, nem enged, francos burgonya.
A következő helyünk, srácok, egy eléggé vadvidékre vezünk. Igazán, itt vagyunk Forcán Kúdolva. Biztos ismertek ezt a helyet, ez a katonai bázis a GT5-ön belül. És itt, ha észrevettek, egy nagyon-nagyon magas ilyen irányító tornyot, gondolom a gépeket itt irányítják. Képzeljétek el, be tudtok menni ide. Konkrétan ide, ez egy személyzeti helység. És hogyha szeretnétek ezen az ajtón, csak simán be tudtok sétálni. Azt nem garantálom, hogy nem fognak körözni, vagy olyan furcsán nézni az itt dolgozók, de úgy tűnik, hogy itt mások is vannak, na jó napokat kívánok, nem ilyen helyzet. Itt pattogtok, halljátok, üljetek már le a helyetekre, hát én egy gatyában vagyok, elvelek titeket csimán. Szóval konkrétan ebbe az irodába be tudunk menni. Azt nem tudom, hogy ide is be tudunk-e menni. Ide már nem természetesen, ide csak személyzet mehet sajnos. De itt vannak a kamerák, meg lehet figyelni az összes dolgot, ők meg csak szépen távoznak innen. Na, őt meg leültették, úgy tűnik. Na mi van, főnök? Le lettünk tartóztatva, akkor kapsz egy pofont is. Így van, igazániból itt most mi lehetünk a rendőrök, biztos sokan elhiszik. A kisgatyás rendőrbácsi. Szóval, itt tényleg itt valami nyomok vannak. Hát, ilyen titkos iratok maximum. És most veszem észre, srácok, azt, hogy hát ez szép volt, de ezen az ellenőrző kapun itt át tudok menni, konkrétan nem csak az irodába lehet bemenni, hanem rengeteg helyre. Azt ez egy ilyen tanítószoba, ugye itt tudnak a katonák tanulni, hogyha valami van, például mennyiféle irat, meg minden cuccon, meg lehetne innen tudni, srácok, de konkrétan ez nem csak a legeslegelső, vagy a legeslegutolsó szoba, itt az egész egy ilyen raktár. Itt vannak a szekrények, itt van egy ilyen teherhordó, vagy simán lift. A liftet is használhatjuk. Ne szórakozz! Nem is tudom, hogy a GTA-ban használtam-e már valaha liftet, vagy létezik-e a lift használt a GTA-ban. Hát igazából kijöttem és ugyanott vagyok, szóval sehova sem megy sajnos a lift. De itt egy ajtó, a lépcső. A jól megmutató lépcsőken, srácok, fel tudunk haladni. Hát most szerintem föl fogunk menni a torony tetejére. Erre nagyon-nagyon kíváncsi ezek, hogy konkrétan mit lehet számítani. Egy olyan helyen vagyunk, ami egy ilyen népbiztonsági bűn lenne körülbelül, hogyha élőben ide bejönnénk, vagy nem tudom. Katonai bázisnak az irányító részén vagyunk, ahol eldőlnek, hogy hova szálljanak a repülők, meg hasonló dolgok. Harmadik emelet, hát hány emelet is ez a kócerály? Köszi. Már a 6-os szinten vagyok, és én mindig csak megyek föl, de végre felértem! Srácok, itt vagyok kunkiton az irányító toronyba! Ne szórakozzunk, itt volt egy ember, de elszpónolt gyorsan! Innen irányítják a forgalmat, itt egy katona, itt van a másik, és már egyből lelőne! Tudja, hogy nem jó helyen vagyok, őket is nagy pofon jár nektek, halljátok, mit akartok lelőni? Én békés szándékkal jöttem, ne szórakozzunk már! Hát ez valami nagy, hégás, hogy szpónoltál vissza? Dérre ki, menj már innen! Igazán, és még akkor is lőtt a fegyvere. Hát ez nagyon durva. Srácok, most konkrétan kilőve van összes számítógépet, meg faxot, meg ilyeneket. Szóval nem tudnak felszállni. Figyeljétek már a katonák így a GTA-ba. Hát ez nagyon durva. Ez mennyire királyul meg is van, csak én nem is tudtam ezelőtt erről a helyről, hogy ide föl lehet jönni. Wow, hát ez elképesztő. De hogy mi lő minket itt? Ezt az valahogy az ablakot, hát azt nem lehet kilőni. Srácok, én azt mondom nektek, hogy ennyi móka a mai videóban elég lesz. Igazán én arra kérek titeket, hogyha szeretnétek egy következő részt, mert még van rengeteg, de rengeteg ilyen titkos hely, ahol még nem jártunk a GT5-ben, akkor nyomjatok egy lájkot erre a videóra. És hogyha összegyűlik erre a mai részre 1000 lájk, akkor srácok az fog történni, hogy csinálok egy második részt, ahol még hozok nektek akár még a mainál is izgalmasabb titkos helyeket, vagy akár titkos félelmetes cuccokat, így a GT5-en belül. Szóval, ha összegyűlik az 1000 lájk, akkor lesz egy kövi rész. Légy szíves, nyomjatok egy lájkot, én nagyon szépen köszönöm, és iratkozzatok fel a csatornámra. Igazán még egy dolgot meg szeretnék csinálni ebben a részben, hogy leugratok ezzel a jó magasból. Ez nem valami túlmagas, de belolo! Poing! És még kötekednek, ide jöttem, srácok, hogy ingyen munkaerőt osztogassak, erre mit csinálnak, még meg is vernének, de valójában a gyerek az eléggé ki van combosodva, figyeljétek már, hogy nyomja, csak úgy ossza a pofonokat, de beígértem ugye a halhatatlanságot így a játékba. Szóval a sokra nem megy vele, ezt lehet vezetni, ne szórakozz, hát én még ilyen nem ismertem, srácok, a játékba, ne idegesíts, és lehet a karjait lehet mozgatni. Most indítottam egy gyorsan a vezetéket. Ne szórakozz! Ilyeneket lehet csinálni! Meg kellett volna várni, még bemennek a WC-be, azt a WC-t szépen fölemeljük. Mi? Van ilyen a GTA-ba? Srácok, én konkrétan nem tudtam ezekről. Igazán most így a nyomot lehetséges, hogy el kéne innen vinnem. Ugye, hogy itt valamicskét itt megvertem őket.
Szóval szépen a kanálba fölemelem. Azt figyeljétek, a... Ezt figyeljétek, ott viszem a munkást, ott viszem a kanálba. Hát ez kiesett belőle. Megörülök, mi ez?